Jó napot kívánok, szervusztok, ez itt a Szolidaritás Mozgalom klubjának a második verziója. Az elsőn dolgoztunk, arról nem csináltunk élő közvetítést, mert akkor az előválasztásnak a technikai részleteit rakjuk össze. Most is egy picit munkával kezdünk, vannak vendégeink, Karácsony Gergő, Zugló polgármestere. És bocsánat, Német Angélával kellett volna kezdeni, elnézést kérek mindenkitől. A tizedik kerület megválasztott polgármester asszonya, és az a helyzet, hogy itt minden hónap utolsó péntekén szokott lenni nálunk egy ilyen mai, illetve lesz, ez most a második, és most egy ilyen pódiumbeszélgetés lesz. Az elsőt azt Komlósi Réka kolléganő fogja lemoderálni, aki nálunk kommunikációs vezető, és egyébként a Magyar Rádiónál dolgozott 20 évig. Most már régen nem, amióta egy bizonyos új rendszer lépett életbe, és az ő onnan gyorsan elküldték. A másikat pedig majd Láng Attila kollégánk fogja lemoderálni, ami a részvételi költségvetésről fog szólni. Én át is adom a szót. Köszönjük szépen, hogy jöttetek. Köszönjük szépen, hogy jöttetek. Hát akkor jó estét kívánok, és akkor kezdjük is. Felolvasnék először egy 12 pontot, amit 2009-ben a Kossuth téren egy tüntetés alkalmával Kósa Lajos olvasott fel. Minden önkormányzat célja a gyarapodás és a biztonság megteremtése. Minden önkormányzatnak joga van az élethez, erről lakói dönthetnek. Magyarország legfontosabb városa Budapest. Minden falu, város és megye közös értékünk, ezek pusztulásával mindannyian kevesebbek leszünk. Budapestnek ki kell állni a legkisebb faluért is. Minden településnek joga van az iskolához, minden településnek joga van a kultúrához és templomához. Minden településnek joga van egy rendőrhöz. A kormány csak úgy adhat kötelezettséget az önkormányzatoknak, ha ahhoz a feltételeket is biztosítja. Minden településnek joga van a vagyonához, a kormány azt nem vonhatja el. 11. Minden településnek joga van a jövedelméhez, és végül minden településnek joga van az ellenállásra, törvényes keretek között, ha a központi állam az alkotmányosságot fenyegeti. Ezt 10 évvel ezelőtt mondta Kósa Lajos. Mi változott azóta és miért? Igen. Kósa Lajos semmiképpen nem változott. Az ő mondatai azok dráni szilárdságúak, és nyilván ez a 12 pont, amit a választás előtt egyénre a Fidesz az önkormányzatiság kapcsán elmondott, az nyilván teljesült, és nem is értem, hogy miért érezzük magunkat ilyen rosszul. Hát ő, nagyon nagy találat ez, megmondom őszintén, nem emlékeztem erre a pontra, mert akkor elég sokat idéztem volna. Mondjuk akkor, amikor államosították az iskolákat, mondjuk akkor, amikor elvonták a forrást a budapesti kerületektől és a fővárostól, akkor elvették a főváros vagyonának egy jelentős részét, például a kórházait, és a többi, és a többi. De hát ugye az a jó, hogy a Fidesz nyilatkozataiban tulajdonképpen mindenre és annak az ellenkezőjére is találunk példát. Tehát tényleg az üléspont és az álláspontnak a viszonya az esetükben elég érdekes. De biztos, hogyha visszatekintünk az elmúlt 9 évre, akkor azt látjuk, hogy van egy nagyon masszív centralizációs folyamat. Ugye a magyar önkormányzati rendszernek rengeteg problémája volt 2015 is, ezt pontosan tudjuk. A probléma jellemzően ugye az volt, hogy az önkormányzatoknak sok feladatot kellett ellátni kevés-kevés forrásból. Én ebből az elmúlt 9 évből nagyjából 5-öt töltöttem önkormányzati vezetőként, és ha csak azt egyszer összeszámolták a kollégáim, hogy az zuglói költségvetésből mennyi pénz hiányzik a törvényi változások miatt. Ugye itt a kerületek kapcsán megváltozott az iparüzési adó felosztása a kerületek és a főváros között, ugye megváltozott a szociális támogatási rendszerek a finanszírozását, úgy változottak, hogy megszűnt, tehát hogy az nincs. Csökkentek a különböző állami normatívák, amik a hivatal működésével kapcsolatosak. Ez nálunk nagyjából 5 milliárd forint, amiből mondjuk, hát hogyha ez a pénz lett volna, akkor csodákat tudtunk volna csinálni, így is csináltunk csodákat, kisebbeket, de azért ez borha nehéz volt. És ugye nagyon nehéz volt megélni ebben az 5 évben, tulajdonképpen a legnehezebb volt, hogy az iskoláinkat teljes mértékben elvittük tőlük. Ugye ez két lépésben történt, ugye az előző ciklusban a fenntartás, most már az üzemeltetés is elkerült az államhoz, ami, hogyha valaki meg akarja nézni azt, hogy ez mit jelent a valóságban, akkor persze kinézett példa, de azért nagyon jó példa.
el kell menni a 13. kerületben, van egy épület, amit az önkormányzat és a Klik egyszerre használ, és az épület egyik része az önkormányzati, a másik az a Klik fenntartásában van. Ez ott az Árpád híd, Pesti híd fél környékén van, és a gyönyörűen az egyik felület gyönyörűen föl van újítva. Nyilván működik. És miközben a fővárosi önkormányzat elvesztette a költségvetésének a 40%-át, tehát nagyon 500 milliárdról lement olyan 260 milliárdra, sőt, hát külközöttem nagy, éppen, hogy a fele tulajdonképpen marad a költségvetés. Az a hiány, amit 2010 előtt felhalmozott ez a rendszer, ez a hiány gyakorlatilag visszanőtt egy fel akkor a költségvetés mellett. A 2020-ra a fővárosi önkormányzatnak olyan 160 milliárdos adósságállománya lesz, ami hát, hogy mondjam, nyilvánvaló, hogy akkora adósság, amit nem lehet kigazdálkodni. Tehát vagy az állam konszolidálni fogja ezt az adósságállományt, vagy pedig ez a város gyakorlatilag lehúzva a legyen. Erre majd visszatérünk, de akkor most Angélára vagyok kíváncsi, hogy ő ezt a 12 pontot hogy értékeli. Te csatlakozom polgármestertársamhoz, ugye nyilván az iskolák az mindenkinek fájó pont, hogy elvették. A szociális támogatásoknál ezt is elmondta Gergő, hogy ugye nálunk is a települési támogatásnak hívják most is. Iskolának ellenben, és ez majd a következő témához lehet majd csatlakoztatni, hogy kérték az iskolákat, hogy újítsuk föl mi. De nem az iskolások, nem az igazgatók, hanem egyszerűen szülők kérik azt, hogy nincs a számítástechnikai teremben egy normál számítógép, vagy egy laptop, ami lehetne oktatni a gyerekeket. De hát nyilván iskolás gyerekek van, vagy szülők vannak, akiknek iskolás gyerekeik vannak. Ők tudják, hogy azért megy a kalapozás körbe, szülői értekezletek elején, tehát azért a Klik nem mindent ad meg úgy az iskoláknak, iskolásoknak, ahogy azt szeretnénk. És a kicsit párhuzamot vonnék a főváros költségvetése meg a mi költségvetésünk között, ugye ha minden jól megy, akkor nálunk kedden fogadja el a képviselőtestület a költségvetésünket. Nagy többséggel elfogadta a főváros ezzel a hiánnyal, amit Gergő mondott, elfogadta a költségvetést. Jelentem nálunk nincsen hiány költségvetésben tervezve, tehát egyensúlyi költségvetésünk van, és nagyon remélem, hogy
a józan többsége a képviselőtestületünknek elfogadja a költségvetést, amiben egy nagyon magas béremelés van, mármint hogy a nagyon magas, relatív nagyon magas béremelés van a kötelező béremelési eleme, vagy bérelemeken túl. Egy úgynevezett palotakereset kiegészítést tervezünk a saját közalkalmazottainknak, ami közel 10%-os béremelés még azon felül, amit az állam kötelezően az önkormányzatokra rót, mert ugye a minimálbér és a garantált bérminimumot nekünk kell megint csak kigazdálkodnunk, úgyhogy ez is az autonómiánkat kicsit erősíti, hogy akkor ezt így gazdálkod ki magadtól vagy magadban. Úgyhogy azért sok mindent elmondott polgármestertársam, de szeretnénk azért mi az autonómiánkat, én úgy gondolom, hogy megőrizni, és nagyon remélem, hogy a 2019 októberi választáson nem lesz ebben változás, hogy az önkormányzatok saját maguk, vagy az önkormányzatok területén saját maguk választák meg a polgármestereket, az ott lakók, a településen lakók, és hát akkor igyekszünk saját magunk gazdálkodni. Na, ez lett volna a következő kérdésem, ami egy kicsit rímel majd arra is, amit a Gergő elkezdett mondani, hogy ugye ez az autonómia, hogy 17-ben már azért ott tusványoson, azt hiszem a 16. kerület polgármestere kezdte el pedzegetni azt, hogy ki akarják herélni gyakorlatilag az autonómiát. Tarlós is akkor azt nyilatkozta, hogy igen, de nem csak az lesz a prioritás ebben, hogy ki mennyire jó városvezető vagy önkormányzati vezető, hanem az is, hogy mennyire hithű fideszes, mennyire lojális a rendszerhez, és hogy gyakorlatilag így fognak majd ráfordulni a 19-es helyhatósági és az önkormányzati választásokra. Ha most ezt nézzük, ezt a tendenciát, akkor a 2019-es választásoknak nyilván ez lett az egyik tétje, hogy az önkormányzatok mennyire tudják megőrizni az autonómiájukat. Csak hogy bejön a képbe az a következő helyzet, hogy tavaly írta alá ugye a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának létrehozásáról szóló megállapodást Tarlós és Orbán Viktor. És hát tudjuk, hogy ott a leosztás azért mégiscsak úgy működik, hogy ennek az elnök a miniszterelnök. Magyarul, és mennyire hithű, meg nem hithű. Igen. És akkor arról az a következő kérdés, hogyha tegyük föl, mégiscsak az önkormányzatok itt a fővárosban behúzzák az X-et, és mondjuk az ellenzék győz. Mennyire lesz működőképes a viszony? A főváros, tegyük föl, Gergő megnyeri, de tegyük játszunk el most azzal a gondolattal, hogy nem, tehát a legrosszabb verzióval, akkor mi történik? Ezzel nem játszunk. De hát kell A és B variáns, tehát hogy fognak így működni? Mert most egyelőre azért én azt látom, hogy szépen majd e felé fog billenni, tehát ő fogja átvenni, ez a tanács fogja átvenni a fővárosnak úgymond a irányítását, legalábbis ami a pénzügyeket illeti. Hát ugye Budapesten jelenleg hiába van választási év, a fővárosi önkormányzat két beruházást valósít meg. Az egyik a Pannon Park projekt, ez az állatkert bővítés. De sokan egyébként, akik a Liget projektet joggal egyébként ellenzik, ezt a projektet is ellenzik. Én ezzel árnyalatabban látom, én ezt annyira nem utálom, sőt inkább szeretem. A másik pedig a 3-as metró felújítása. Mind a két projekt olyan, hogy ebben egy fillér fővárosi pénz nincs, hogy minimális. Tehát a főváros nem tud már fejleszteni saját forrásból. Az más kérdés, hogy a legnagyobb pénzt ebben egyébként nem a magyar kormány ad, hanem az Európai Unió, amely éppen ugye most ki van plakátolva, hogy menjen a sunyiba. Amiből egyébként szerintem lesz még balhé, mert azért... Szóval azért az Európai Bizottság elnöke van azon a... Tehát az Európai Unió első számú vezetője most a céltábla, ami azért, hogy mondjam, felvet kérdéseket. Amikor én meghallottam ezt a fejlesztési tanáccsal kapcsolatos elképzelést, majd elolvastam magát a megállapodást, akkor lehet, hogy ezt már hallottátok tőlem ezt a poént, de eszembe jutott egy filmjelent a Monty Python Nyaloghalop című filmjelből, a fekete lovag küzd az ellenfelével, és mert ez a szöveg ez arról szól, tényleg érdemes elolvasni, szerintem az Orbán nem olvasta például, tehát szerintem úgy volt fel, hogy Pista írjál valamit aláír, csak legyél olyan mesterjelölt, mert és akkor meg egy elágazás, ugye volt egy hír arról, hogy megszűnik a közvetlen főpolgármestre választást. Nekem van egy barátom, aki be is került abba a közönmutatási mintába, ahol ezt megkérdezték tőle, hogy mit szólna ehhez. Hát meg egy újságcikk is volt erről, hogy ezt közönmutatásokon már tesztelték is. Ezt nyilván a budapestiek annyira utálták ezt az elképzelést, hogy ezt nem merték meglépni. Pedig ennek van előzménye, ugyanis a BÖSZ nevű szervezet még 2011-ben javasolta azt,
akkor éppen ugye a kerületi polgármesterek és a Tarlós között állt a háború, és akkor ez a szervezet tulajdonképpen a Tarlós ellen jött létre, ezt nem mondták, de azért gondolták. És az volt a javaslatuk, hogy a kerület fővárosi közgyűlés az nem úgy jönjön létre, mint 2010-ben, és egyébként az azt megelőző években, tehát közvetlenül választunk oda a képviselőket, hanem a polgármesterek tanácsa legyen tulajdonképpen, és akkor Vigaszágon néhány képviselő. Ugye ez megvalósult. Tehát ez 2014-ben, a választás előtt 3 hónappal, mert ugye demokráciában mikor alkotunk új játékszabályokat, a választás előtt 3 hónappal. Tehát ugye ez egy teljesen bevett dolog. És a másik javaslatuk az volt, a másik böszmeségük, hogy ilyen szóviccekkel éljen, ugye a böszt esetében, az volt, hogy és ez a közgyűlés válasza a főpolgármester. Azért mondom, tehát ennek van előzmény, ezt komolyan akarták, nyilván készítettek erre közöktatásokat, és rájöttek arra, hogy hát hogy ez így annyira népszerűtlen lenne, és én ezt hallottam fideszes polgármesterektől is, akik ugye nézszem közt beszélgetve azért megmutatják személyiségük árnyaltabb, összetettebb és mély dilemmákkal, hogy mondjam, terhelt személyiség egyiket ezekben a magánbeszédben. Mint egy ilyen kvázi gyónásként elmondják, hogy ők is tudják, hogy hát ez milyen borzasztó, de hát ugye értsük meg, hogy hát ugye jó, hát megértjük. Ja. És mondták azt, hogy ők nagyon ellen álltak. Mert ugye pontosan tudják, hogy ha elvennék a közvetlen főpolgármester választást a budapestiektől, ezt a port ugye azokon vernék le, akiken még lehet. Mert azért az, hogy a polgármestereket is megszüntessék, ugye azért azt nem szerették volna, és végül is az ő ellenállásuk miatt ez nem következett be. És akkor elkezdtek ugye udvarolni Tarlós Istvánnak, aki korábban bejelentette, hogy nem fog indulni, vagy akkor mégiscsak induljon már, és akkor ő összeírta az ő feltételeit ebben a nagyszerű megállapodásban. De ez a nagyszerű megállapodás, ez tényleg nagyjából arról szól, hogy tényleg Becsú most már semmit nem vesznek el Budapestről, és tényleg Becsú most már nem fognak minket poligalázni. Olvassátok el a szöveget, tényleg ez a, nagyjából ez a hangulata. Tehát ebben a filmben az történik, ugye, hogy levágják a kezét, egyik kezét, másik lámát, és akkor azt mondja Fekete Lovak, hogy na, egyezünk ki döntetlenbe. Tehát ez a Tarlós István döntetlen Orbán Viktorral, ez van ebben a megállapodásban. Ezzel együtt is, ugye ezt muszáj hozzátenni, hogy miközben a szolidaritásban hiszünk, és hát tényleg őszintén azt gondolom, hogy Budapest, az, hogy ez az ország ennyire Budapest központú, ez egy probléma, de azért az, hogy Budapest milyen mértékben van túladóztatva, az tényleg teljesen abszurd. Tehát van egy város, ami tényleg a magyar GDP, nem tudom, egyharmadát megtermeli, ahol a személyi jövedelemadó, iparüzési adó, csomó adóbevétel ebben a városból jön, és gyakorlatilag alig marad itt valami ebből, és eljátsszuk azt, hogy Budapest tulajdonképpen egy rendkívül szegény település. Tényleg, tehát gyakorlatilag az alapvető közszolgáltatásokat nem tudja a város ellátni. Ő finanszírozza gyakorlatilag nagyon nagy mértékben a teljes budapesti tömegközlekedés, miközben tudjuk, hogy ezt nem csak budapestiek használják. Nincs olyan város, ami önállóan finanszírozná a teljes tömegközlekedését, és nincs olyan város, ahol ilyen mértük az adóelvonás. Tehát igazából Budapest, hogy mondjam, direkt úgy van az egész bekalibrálva, hogy kunyíznia kell a kormánynál, és tényleg, amikor volt a fővárosi közgyűlésen ugye ez a költségvetési vita, én ritkán szólok hozzá, mert miért túrnak szóljak hozzá a fővárosi közgyűlésen, bármihez, tehát Tarlós István meg is kaptam, hogy már, nem tudom, tavaly 18 másodpercet beszéltem, vagy lehet, hogy 22, nem tudom, nem jegyeztem meg, tehát mindegy, hát nyilván föl vannak nagyon készülve, tehát helysírási hibát ütök, és 2 percig van a Facebookon, azzal már tele van a világegyetem, na mindegy, jó. Ott elmondtam azt, hogy tényleg az embernek az az érzése, mint a szocializmusban, ugye volt a Kornai Jánosnak a nagy műve, a hiány. Tehát azt leírta azt, hogy a szocializmusban van a hiány, meg van a pazarlás, és a kettő együtt van, és ugyanez van Budapesten. És nézd meg azt, hogy mire nincs pénz. Nincs pénz 3-as metró felújításra, buszvezető béremelésre, nincs pénz az FKF-re, tényleg soha nem volt szerintem Budapest ilyen szemetes, mint most. Én Zuglóban engem azzal támad a Fidesz, hogy milyen szemetes a város, és hogy ugyanezeként fővárosi feladata, na mindegy, jó. Tehát ilyen szemetes nem volt a város, patkányokra hangásznak, stb. Ugye ez az, ami nincs. És mi az, ami van? És ha ezeket összeadjuk, ez brutális összeg. Van várba költözés, ez ilyen 100 milliárd. Van egy 200 milliárdos Liget projektünk, ami már szerintem lehet, hogy ma 250, nem tudom. Van egy 200 milliárdos népstadionunk, és akkor jönnek a jégkorong, meg a nem tudom. De összességében az a pénz, ami elmegy kormányzati presztízs beruházásokra, Orbán Viktor hobbijaira, stb. Az az összeg, az egyszerűen olyan tehát olyan csillagászati összegről beszélünk, és ehhez képest olyan napi problémák vannak a főváros működésében, hogy a kettő közötti feszültség az egyszerűen tulajdonképpen, hát tehát tényleg azt gondolom, hogy
hogy vérlázító, hogy egyik helyen milyen szűkösség van, másik helyen meg milyen pazarlás. Úgyhogy ez a közvetési tanács, ez nem szól másról, mint hogy intézményesen a kormány gyámságára helyezte Budapestet. És ezt nem csinálják meg a vidéki városokkal, ezt nem csinálják meg egy másik településsel, mert ezek a települések tulajdonképpen saját bevételeiből sokkal inkább képesek gazdálkodni, de Budapesten olyan mérték az adóelvonás, és olyan mértékben van büntetve ez a város, hogy ennek, hogy mondjam, véget kell vetni. És ebben az a trükk, hogy nekem nem mondja senki azt, hogy azért kell kormánypárti főpolgármester Budapesten, akkor lesz pénz. Mert hogy jelenleg azért nincs pénz, mert kormánypárti polgármester van, aki lehet, hogy egyébként, ha, hogy mondjam, az zárt ajtók mögött ő is sokat küzd Budapestért, csak hogy ebből semmit nem látunk. Főleg nem hagyjuk ezeket a szavakat, mert nem látjuk ezeket a tetteket. De azt a modellt, hogy valaki, aki a NER része képviseli Budapest érdekeit a NER-en belül, tehát mint a Hazafias Népfrontban rendes tanács elnök, hogy hívták a tanácselnök, ugye ez volt régen a titkos. A szomszéd nénik a tanácselnök úrnak hív, csak mindig elfelejtem, mindegy. Tehát egy ilyen jó kis tanácselnök, aki kilobizza a városnak, ez a modell nincs, tehát ez nem működik. Tehát ennél rosszabb már nem tud lenni. Jobb tud lenni akkor, hogyha van egy politikai akarat, hogy ezzel a budapestiek szembe menjenek, és ehhez létre kell hozni egy politikát, ami arról szól, hogy a következő főpolgármester az nem az ellenzék főpolgármester jelöltje, hanem a budapestiek jelöltje a Fidesz gyarmatosító hatalmával szembe. Más településeket nem vonnak gyámság alá. Én egy kis, jársági kis település polgármesterével beszéltem a minap, és azt mondja, hogy ők nem álltak be a fideszes országgyűlési képviselő alá, ketten körülbelül abból a térségből, és most lenyeltem, amit szerettem volna mondani, tehát nem jártak túl jól ezzel a lépésükkel, és lehet, hogy nem írtak alá ilyen közfejlesztési tanács megállapodás, de gyakorlatilag, ha nem állsz be, igen, ha nem állsz, nem állsz be. Csak Hódmezővásár. Mellé, igen, és akkor Hódmezővásár ugye nem a kis település kategória, akkor mi lehet valóban egy kis településen, és akkor folytatnám a Gergő a bajt, hogy mi nincsen, nincsen útfelújítás. Tehát úgy kellett összekaparnunk, hogy a fővárosi közgyűlés költségvetésében, a főváros költségvetésében mennyi pénz jut útfelújításra, az más kérdés, hogy honnan, mert Hitelből. Igen. 16 milliárd forint, és mondjuk a 15. kerületre nem 530 millió forint két útnak a felújítására. Itt azért elég sok 15. kerületi van, nem kell nektek mondani, hogy azért két olyan útunk van, ahol hát katasztrófa, most már a katasztrófa turizmus van, úgyhogy BKV közlekedik rajta, tehát nem is a mi útunk Zsokkavárjába kerül, most már mindenki meg fogja jegyezni, hogy ezt a két utcát szerintem. És hogy ehhez nem lehet, és ebben ez nem fért bele például a költségvetésbe, de belefért például a szomszédkerület, és nem Gergő szomszédkerület, tehát nem a 14. hanem a 16. kerületnek, úgyhogy a Csömöri utat idén felújították, és még azért 2,2 milliárd neki belefért a költségvetésbe, hogy felújítsák az utat. Tehát azért itt is látszik az, hogy ha beáll valaki a sorba, akkor mármint az ő sorukba, akkor lehet, hogy csúran-csöppen valami, vagy nem is éppen csúran-csöppen folyik valami juttatás. Ha meg nem állunk be, akkor meg nem jut semmi. És én erre szoktam azt mondani, hogy személy szerint nem velem szúrnak ki, hanem a többi 79.999 emberrel, aki még ott lakik a kerületben, vagy a többivel, aki még keresztül jár ezeken az utakon, illetve közlekedik a kerületen, vagy a kerületben, és közlekedik ezeken az utakon. Úgyhogy sok-sok jót én sem tudok mondani, de én azért nem szeretném azt hinni, hogy csak akkor jár jól egy kerület, hogyha csatlakozik a rendszerhez, hanem igenis akkor hadd döntse el a kerületben élő választópolgár, hogy ő kit szeretne magának polgármesternek adott. Igen, csak még mindig igen, ez egy kicsit teoretikus vagy elméleti kérdés, hogy ugye megvan ez a tanács, igen, hogy megvan ez a tanács, ugye, aminek ott van az elnökeként a miniszterelnök, ha ő nincs, akkor ugye a miniszterelnökségtől gondolom, akkor a Gulyás Gergely fogja őt helyettesíteni. A kormány részéről ugye 5-4 a szavazati arány, tehát többségben vannak, akik a kormányt képviselik ebben a tanácsban. És tegyük föl, hogy ugye ez a nagyon erőteljes centralizáció, ami és ahogy gyámság alá helyezik ugye a kerületet, nekem erről a tanácsról mindig az a klik pepitába jut az eszembe, hogy majd akkor az összes önkormányzat majd oda fog járulni ehhez a tanácshoz, és majd valahogy meg fogja kérni, hogy szeretnék egy villanykörtét kicserélni, és akkor legyetek szívesek, vagy valamilyen
módon finanszírozzátok a kiadásaimat. Hogy lehet egyáltalán, hogy látjátok, hogy mennyire, hogy fog ez egyáltalán működni? Tehát, hogy egyáltalán, hogy lehet majd így egyáltalán dolgozni? Szerintem nem kell a tanácshoz menni, egy emberhez kell menni sajnos. És akkor lehet, hogy kicserélhetem a villanykörtét, de lehet, hogy nem cserélhetem ki a villanykörtét, tehát, és nem Tarlós főpolgármester úrra gondolunk jelen pillanatban, vagy legalábbis én speciál nem rá gondolom. Én szeretném, ha ez így nem így működne. Ugye egy ellenzéki polgármester van ebben a közfejlesztési tanácsban, igen. Az előbb említett Tóth József polgármester. Én remélem, hogy ő azért majd lobbizik afelé is, hogy ne csak azok kapjanak villanykörtét, hogy említetted. Akik részei ennek a NER-nek. És ugye azért nagyon fontos dolog, hogyha egy-két, hogy mondjam, kivételt, vagy szabályterősítő kivételek azok ezek a kormányzatok, akkor rajtuk könnyű elverni a port. De hogyha az egész önkormányzati rendszer megmozdul, és akár egész Budapesten, vagy a megyei-jogú városokban elindul egy változás, és ugyanezen a logikán, hogy itt igazából nem egy Fidesz kontra ellenzék meccs van, hanem egy helyi település, helyi közösségek szemben egy központosító hatalommal, akkor olyan sok ellenzék önkormányzati lesz, hogy már nem lehet őket büntetni, mert akkor tulajdonképpen szemben mennek a saját választóiknak egy jelentős részével is. Hiszen amikor én azt mondom, hogy minden budapesti főpolgármestere szeretnék lenni, akkor a fideszesek is szeretnék lenni ebben az értelemben, és ebben ezekben az ügyekben azért, hogy mondjam, van politikai kockázat egy kormánynak. Hogyha kevesen vagyunk, akkor könnyű minket kipiszkálni, és tényleg az Uglóban és a fővárosi fenntartási utak hát katasztrofális állapotban vannak, és én nem sajnálom a 16. kerületektől azt, hogy ott milyen forrás van, de hát azért ott tényleg, hogy mondjam, eléggé szemet szúr az, hogy a főváros mennyire tartja fontosnak a fideszes kerületek útjait az ellenzékiekhez képest, de egy ponton túl ez akkor meg tudja magát bosszul, és ezért fontos az, hogy szerintem kell ez, tehát, hogy mondjam, az ellenzékre szavaz az önkormányzati választáson, ebben van egy kis rizikó, de hogyha ezt sokan megteszik, akkor valójában mindenki jobban jár, mert akkor elindul egy igazi érdekérvényesítés. Tehát most lehet, hogy a Kovács Péter tusványosan beszólt annak, hogy már megint a önkormányzattól elveszik az iskolát, de azért ez volt a legbátrabb tett az elmúlt 9 évben fideszes önkormányzati vezetőtől. És azért ez eredményezett is valamit, ami azt gondolom, hogy rossz egyébként az országnak, rossz a helyi közösségeknek. És tényleg az önkormányzatiság azért egy nagyon fontos el, abban a józan parasztészből indulunk ki, hogy bizonyos dolgokat helyben jobban el lehet dönteni. És ahogy az oktatás, egyébként az oktatás nagyon jó példa. Az oktatási rendszert ugye azért arra hivatkozva államosították, hogy az oktatás az állami feladat volt, tehát önkormányzati feladat volt állami finanszírozással. És mivel alul finanszírozott az oktatási rendszer, akkor azt mondták, hogy kialakult egy különbség, hogy a gazdag települési iskolája az jobb iskola volt, a szegény települési meg rosszabb. Most ezzel sikerült elérni, nem az, hogy a szegény települési iskolája lett jobb, majdnem olyan, mint a gazdag települési, hanem a gazdag települési iskolája ugyanolyan rossz lett, mint a szegény települési. És az nagyon érdekes, hogy a magyar oktatási rendszerben egyébként nagyon régóta probléma volt ez a terület egyenlőtlenség. Tehát az, hogy nagyon nagy különbség van az iskolarendszerben földrajzilag. Ahogy megtörtént az államosítás, és mindenki be van kötve a klikhez, és ez volt az államosításnak a filozófia, ez a különbség még jobban nőtt. Tehát tulajdonképpen láthatóan, hogy mondjam, az államosítás mellett felhozott érvek is visszafelesültek el. De ez mindennel így van. Tehát, hogyha abszolút, igen. Tehát, hogyha a hulladékkezelést nézzük, abszolút, minden rosszabbul még. Abszolút, igen. Egyszerűen, de egyszerűen azért, mert pontosan lehet tudni azt, hogyha el kell menni az Atya Úristenig egy villanykörtéért, akkor hát akkor nem lesz villanykörtén, az Atya Úristen nem fog ezzel foglalkozni. Engem meg, ha polgármester vagyok, és nincsen WC-papír az iskolába, akkor engem bejönnek a fogadóvára a szülők, elküldnek a jó egyes anyába, eljönnek a közmeghallgatásra, meg eljönnek szavazni, és leszavaznak. És éppen ezért, hát ez a demokrácia lényege, ugye, hogy azért kell jól csinálni dolgokat, hogy ne bukjon meg az ember. Na most, hogyha az, aki a WC-papírt viszi az iskolába, azt nem választják, hanem kinevezik, akkor ő nem fog belebukni abba, hogy nincsen WC-papír, mert őt nem azért nevezték ki, mert valaki megválasztotta, hanem azért, mert mit tudom én most, mert az ott a gép, hogy a hatalom éppen őt küldte oda. Tehát őt ez rohadtul, most lehet, hogy mondjam, nyilván ezek az emberek sem feltétlenül gonoszak, vagy abstrakt, nem tudom, hitvány emberek, de hát konkrétan ő nem azért került oda, hogy számon kérjék rajta, hogy van-e WC-papír, azért került oda, mert ennek a rendszernek a része. Tehát ezért az önkormányzat sokkal hatékonyabb
egyébként kevesebb pénzből ráadásul több gazdálkodni, tehát minden, ami közel van az emberekhez, ott számon kérhetőbb a teljesítmény, és ezért működik az, hogy általában az önkormányzatok jobb minőségben nyújtanak szolgáltatásokat, mint az állami rendszerek, hát ez egy elég egyszerű történet. Közelebb vagyunk hozzájuk. És ugye a szolidaritási adóról még nem beszéltünk, hogy amit elvesznek tőlünk, és az jóval több, mint amit annó költöttünk az iskolákra. És nem azért, mert nem akartunk költeni az iskolára, hanem egyszerűen ennyi volt, vagy ennyi kellett rá. Úgyhogy, és igazából a Gergőnek a mód, tényleg bejönnek a fogadórára, és nem tudja azt a... És nem azért, mert buta a választópolgár, mert messze nem ezt gondolom. De nem tudja azt, hogy igen, az iskolában a WC papírt nem mi adjuk, az utat adott esetben nem mi újítjuk föl, vagy ezt az utat nem mi újítjuk föl, hanem azt. Ő azon jár, ő ott lakik a 14. vagy a 15. kerületben, és ő úgy gondolja, hogy akkor ezt az önkormányzatnak kell megoldani, hulladékkezelés ugyanez. Hogy akkor miért nem viszi el, bezzeg, biztos előlem elvitték a szelektív hulladék, de nem, előlem se vitték el. Tehát ugyanaz a cég nem vitte el, ahol én lakom a Páskon Parkban, ugyanaz a cég nem vitte el, ahonnan Gergőjéktől a 14. kerületből nem vitte el a szelektív szemetet, nem tudom én, gyakorlatilag. És az, hogy messze vannak, és az állampolgár meg nem tudja azt. Tehát ő kit lát, ő a polgármestert látja, és ezért szokott nekem furcsa lenni az, és beszélgettünk már korábban erről, hogy az országgyűlési választáson magasabb a részvételi arány, mint az önkormányzati. Igen. Pedig én úgy érzem, hogy azért az önkormányzat van hozzá közelebb, vagy az emberekhez közelebb, és hamarabb bejutnak egy polgármester fogadóórájára, mondjuk, mint egy országgyűlési képviselő fogadóórájára, és azért nem is értem igazából, hogy akkor ez miért van így fordítva, vagy mi vagyunk fordítva összerakva, vagy nem. Nem, igazából szerintem az van, hogy ennek valószínűleg az oka, hogy egyszerűen Budapesten van ugye az állam, főváros, kerület, tehát van egy ilyen Bermuda háromszög, ahol elvész azt, hogy ki a felelős azért, hogy valami működjön, és éppen ezért a szavazók egy kicsit kevésbé talán értékelik ennek a jelentőségét, de most majd olyan önkormányzati választási kampányt csinálunk, hogy rekord részvétel lesz. Egyébként, főleg Gergő említette meg, hát Angela is a vidéki önkormányzatokat. Ugye ezt is lehet most már hallani, hogy a kis lélekszámú településeknél gyakorlatilag nem lenne polgármester választás. Erről mi a véleményetek? Mert hát azért ott, ahol ilyen kevesen vannak, és ahogy ugye beszéltétek és mondtátok is, hogy az emberek azért bemennek, és valahogy közvetlen kapcsolat van a polgármesterekkel és az önkormányzati dolgozókkal, sokkal közvetlenebb a kapcsolat. Mennyire látjátok, hogy ez egy jó döntés, illetve a következő kérdés, hogy szüksége van-e 3100 önkormányzatra ennek az országnak? Mert ugye ez a másik kérdés, hogy elbír-e tartani, illetve szükség van-e ennyire? Nem ez a kérdés, már bocsánat. Jó, majd van akkor... Van egy rendszerünk, és ebből ők indulnak. Most nem az önkormányzati rendszer megváltoztatása. De most ez a téma az önkormányzatiság, majd utána lehet beszélni. Én nem támogatnám azt, hogy szüntessék. Nem jön le, mint mondjuk adott esetben a kis településen is. És mondja a fiam is, a kis Algotarján mellett kutatott kis településen, hogy de, anya, hidd el, hogy ez van, hogy ott a polgármester az Atya Úristen, és nem ezért nem szeretném, hogyha megszűnnének, hogy ne ő legyen az Atya Úristen, de hogy ennyire nagy mértékű befolyása van a polgármesternek az adott családra is, mondjuk, aki ott lakik. De szerintem akkor is ott, ha helyben dőlnek el a dolgok, azért én ezt tanultam az egyetemben, azért az egy jó dolog, hogyha helyben tudnak eldőlni a dolgok. Igen, én is ezzel egyetértek. Azért egy picit olyan szempontból árnyalnám a képet, hogy ugye az önkormányzatok azok közszolgáltatásokat látnak el. És ezt a két kérdést szerintem azért érdemes egymástól elválasztani, mert én minden településnek megadnám azt a lehetőséget, hogy most saját maga válaszza ki a vezetőit, de egy olyan önkormányzati rendszer lenne ideális Magyarországon, ami pozitív ösztönzőkkel a kisebb településeknek valamilyen fajta alulról jövő kapcsolatrendszerét elősegíteni. Nekem volt egy nagyon meghatározó élményem, voltunk Norvégiában, a Norvég Alap
pénzéből. Éppen Csepregi Nándor utaztam együtt egy repülőn, és akkor kérdezte, hogy hol vagyok, mondom, ez a szemét norvégok hozzávágtak egy csomó pénzt. Szóval voltunk ki Norvégiában egy ilyen tanulmányúton, és ott elmentünk egy falusi iskolába. A falusi iskolában találkoztunk először én azt hiszem az igazgatóval, aki gyönyörű angolsággal elmondta azt, hogy a norvég önkormányzatiság alapeszménye, hogy minden településen azonos, magas színvonalú közszolgáltatásokat kell biztosítani. Mondta olyan angolsággal, hogy tényleg mondták, hogy pillangódnok. És a gondok elvitt minket a gondok a szobájába, ami úgy nézett ki, hogy ott volt 8 monitor, és akkor mutatta, hogy ez a geotermikus energiának a nem tudom milyen, itt van a szellőző rendszer, ez a nem tudom, tehát hogy egy gyakorlatilag olyan volt, mint egy ilyen, mint egy repülőgép kabinjában ülnénk. És ott elmesélték azt, hogy Norvégiában is nagyon sok önkormányzat volt, de most már csak 300 önkormányzat van, és ezek úgy jöttek létre, hogy az állam elkezdett pozitív állami normatívákat adni azoknak a településeknek, amelyek egymással szövetkezve jobb iskolát, jobb könyvtárat, jobb fogorvosi ellátást, bármi más hoztak létre. Tehát nem az volt, hogy azt mondták, hogy dolguljatok meg és bezárjuk az falusi iskoláitokat, hanem azt mondták az egyik iskolának, hogy figyelj, ebben a faluban csak 10 gyerek van, nagyon fontos, hogy itt legyen valamilyen közszolgáltatás, tehát mondjuk beszéljük meg azt, hogy itt van az alsó tagozat ebben a faluban, a felső tagozat van a szomszéd faluban, és magyarán közösen látnak el közszolgáltatásokat. De ez nem egy felülről lefele diktált dolog volt, hanem egy alulról kezdeményezett dolog. És azért ez egy létező probléma, tehát hogy túl sok, nagyon sok olyan település van Magyarországon, ahol nem biztos, hogy lehet jó iskolát, jó egészségügyi ellátást, jó szociális ellátást biztosítani. És ezért kialakult egy olyan rendszer, hogy akkor a kis települési részeken van egy olyan település, amely az összes közszolgáltatás magához szippantja, és oda kell bejárni. És akkor mondjuk az ormányságban voltam olyan falon, ahol mondták, hogy hát nálunk 5:30-kor kellnek a gyerekek. És kérdeztük, hogy miért? Hát azért, mert hogy a busz, ami elviszi őket a nagyobb településre, az innen indul elsőnek. És hát azért indul innen elsőnek, mert itt van a legtöbb cigány. Én ettől teljesen, hogy mondjam, hát életem egyik legnagyobb az érzénye volt, hogy hát ez teljesen normális. Itt van a legtöbb cigány gyerek, ezért neki kell a leghamarabb kelni, és amíg összemegy 20 faluba a busz, még összeszedi az összes gyereket, hát a legtöbb cigány ott kellnek a leghamarabb. És ezt olyan természetességgel mondták, hogy ez a mindennapuk részévé vált. Tehát magyarán az ilyen típusú nem átgondolt és egy ilyen az erősebb kutya elvét követő összevonás, ez nyilván nagyon, nagyon rossz. És nagyon igazságtalan, tehát ezekkel nem lehet együtt élni, de összességében az egy létező kihívás, hogy nagyon sok településünk van. De ugye ez nem függ össze attól, hogy attól a falunak lehet még polgármestere, aki azt mondja, hogy figyelj, oké, értem azt, hogy sok településekről összeszedni a gyereket, de akkor egyik héten mi kellünk korán, másik héten meg ti. És ha nincsen egy polgármester, akit meg van választva, akkor mindig ők fognak lenni meg hamarabb. Tehát magyarán itt ez valamilyen ilyen rugalmasabb rendszer kellene, és ezt csak pozitív ösztönzőkkel lehet csinálni. Voltak erre próbálkozások, ugye a kistérségi társulások, de valójában ez egy kicsit úgy elakadozott, és most meg hát kifejezetten az államosítás kapcsán, még ami ebben egy pozitív lehetőség lett volna, ott se lett ez átgondolva, mert ugyanaz a rossz struktúra megmaradt, csak még az iskolaigazgatót se választják. Lehetne az, hogy a kistérségi társulás polgármesteri, mondjuk ők választják meg az iskolaigazgatót, és akkor az iskolaigazgató nem tudná megtenni azt, hogy a nem tudom melyik falu, ahol a legtöbb cigány gyerek van, ott kellene a leghamarabb. Hanem lenne valamilyen fajta igazságosabb megoldás erre. Időnk lejárt, úgyhogy én átadom a következő panel moderátorának a szót, ami a részvételi költségvetésről fog szólni, és ami egy érdekes fejezete az önkormányzatiságnak, mert ott már viszont a kerület lakói is beleszólhatnak bizonyos dolgokba. Úgyhogy Attila, gyere! Köszönöm szépen! Köszönjük! Sziasztok! Szia! Ugye a nézők ideig nem láttak engem, úgyhogy akkor üdvözölném önöket is. A részvételi költségvetésről beszélnék, ami egy sajnos nem túl ismert dolog Magyarországon, pedig a világban már körülbelül egy tavalyi összesítés szerint már 10 000 városban van. És hogy erről egy kicsit felvezetni, meg röviden mesélnék róla, és akkor utána jönnének a kérdések.
A részvételi költségvetés az Brazíliából indult, éppen egy diktatúra alatt egyébként, és éppen abból a megfontolásból. Igen, vannak ilyen véletlenek. Egyébként nagyon érdekes az ottani példa, mert hogy ugye a 80-as évek végén a Brazíliában éppen már erodálódott az ottani diktatúra, és pont abból a megfontolásból, hogy a helyi önkormányzatoknak az autonómiáját növeljék, a helyi baloldal kezdte el megszervezni egy ilyen több év alatt, hogy a egyszerűen lakosok, hogyha jobban bele tudnak szólni az önkormányzatnak a dolgaiba, akkor ez nyilván egy olyan politikai erő, amivel az állammal szemben ki tudnak harcolni egyszerűen helyi embereknek fontos dolgokat. És utána ez egy nagyon sikeres példa lett, először Dél-Amerikában kezdett el terjedni a 90-es években, már gyakorlatilag a Brazíliában onnan indul, ott már nagyjából minden nagyobb városban ez van, sőt több helyen ilyen tartományi szinten is már ezt bevezették, illetve a 2000-es évektől pedig világszinten ez elkezdett terjedni, mert egyszerűen látták az önkormányzatok, hogy ez egy nagyon sikeres modell. Ma már ott tart a dolog, hogy nagyjából a Montreal-tól egészen Melbourne-ig, vagy New York-tól Nizsnyi-Novgorodig számtalan helyen van a világban, mind kis települések, mind akár nagy települések is. Tehát, hogy például Párizs ezt pár éve vezette be, ott például a költségvetés 5%-át használják fel évente ebből a célból, ami egy igen komoly összeg. Az, hogy mekkora összeget használ fel egy önkormányzat, az nyilván függ a törvényi háttérétől is, hogy államnak mekkorák az elvonásai. Nyilván ez nagyon erősen befolyásolja ezt az egészet. Itt általában ez úgy szokott működni, hogy egy kisebb összeggel kezdenek, tehát hogy a költségvetésnek ilyen 0,7%-a, és ez szokott általában feljebb menni az évek előre alattával, egy erre sikeresebb a projekt. Vannak olyan önkormányzatok a világban és Európában is, ahol ez akár egy harmad vagy feléig elmegy a költségvetésnek, nyilván ez a helyi viszonyoktól erősen függ. A Közép-Európában is egyébként ezt több helyen alkalmazzák, itt Lengyelországot és Szlovéniát emelném ki. Szlovéniában ott egy pár éve kezdték el alkalmazni, ott egyébként pont egy ilyen társadalmi mozgalom hatására, illetve ilyen társadalmi változások hatására, ott tavaly iktatták ezt törvénybe, hogy az összes önkormányzat számára ez kötelezővé teszi, és ott most zajlik ennek a bevezetése. Lengyelországban, ott ennek egy régebbi története van, ott 2007-ben Szopot városában indult ez először, és ott is ez egy ilyen nagyon ragadós példa lett. Ott egyébként ez nálunk nem túl valószínű, hogy előforduljon, de hogy ott az állam kezdeményezte ezt, tehát hogy ott a digitalizációs és adminisztrációs minisztérium kezdte ezt bevezetni, segített ennek a városnak, hogy ezt elkezdje alkalmazni, az volt a ilyen kísérleti projekt, és akkor utána ez pedig elkezdett terjedni, és már ott is a lényegében a kis települések is, és onnan a települések is átvették, illetve ott is tavaly történt meg ennek a törvényi szabályozás, hogy ezt a lényegében kötelezővé teszik a nagy települések számára. Illetve egy Kolozsvár példája nagyon érdekes Romániából, ahol ott látom ismeri, hogy ott egy ifjúsági részvételi költségvetéssel kezdtek, mert hogy egy pár év ők nyerték meg az Európai Ifjúsági Fővárosa címet, és ott is ez egy nagyon sikeres projekt volt, és már ezt kiterjesztették, és ilyen rendkívül innovatív dolgok jöttek ki, tehát például a közlekedés biztonság növelése érdekében lesznek ilyen világító zebrák például, vagy például a tűzfalakat ilyen is, hogy itt nagyon fontos itt az autonómia az önkormányzatok számára, korábban is erről volt szó,
és hogy ez a, az egész részvételi költségvetésen nagyon jó eszköz lehet a polgármestereknek és önkormányzatoknak arra, hogy a, hogy a olyan ügyekben, ami, ami fontos az önkormányzatnak a helyben élők számára, azt a társadalmi támogatottságot megteremtsék, amivel a különböző érdekcsoportok ellen tudnak harcolni. És hogy, de hogy ennek egy nagyon fontos feltétele, ugye akkor tudnak az emberek ebbe beleszólni, hogyha olyan dolgokról van szó, ami közvetlenül érinti őket, ugye nyilvánvalóan ez a demokrácia természetéből fakad. És hogy az első kérdés erre vonatkozna, hogy a adott kerületekben, illetve a esetleg Budapest szinten, hogy melyek azok a ilyen olyan költségvetési tételek, ami fölött az önkormányzat maga rendelkezik, és ilyen nagyon a bőrükön érzik a helyi lakosok. Most én kezdem. Mi, ahogy említettem az előbb, még a költségvetés elfogadása előtt vagyunk a kerületben, viszont meghirdettük a honlapunkon ezt a úgynevezett, mire költeni a költségvetését az önkormányzatnak, vagy mi az, amit preferálna, hogy tegyük bele a költségvetésbe, vagy tervezzünk hozzá, vagy mellé forrást rendelni. És a beérkezett javaslatok egy olyan jó 20 javaslat érkezett, vagy 20 embertől érkezett javaslat, ami egyébként nagyon átfedésben volt. Tehát nem ugyanaz a 20 ember, azt tudjuk, hogy ugyanaz a 20 ember írta, de, vagy nem egy ember írta a 20 hozzászólást, de nagyon mértékben átfedésben volt, és szerencsére mondom, hogy átfedésben volt azzal is, amit mi egyébként a önkormányzati szinten terveztünk. És akkor itt visszautalnék ugye az útfelújításokra, az előbb említettem, hogy valaki írta, hogy az iskolákba mit szeretnének, hogy mit csináljunk, például egy ilyen hozzászólás is volt. Úgyhogy szerintem erre nagyon bevők lennének itt a magyar választópolgárok. Annál is inkább, mert ugye hát a Facebook meg minden internetes világban mindenki nagyon jól tudja, hogy meg el is mondja, hogy mit szeretne, és hogy szeretné megváltani a világot. Az más kérdés, hogy adott esetben mondjuk ő nem jelentkezik, teszem azt politikusnak, vagy önkormányzati képviselőnek, vagy országgyűlési képviselőnek, vagy esetleg polgármesternek, de szerintem ez jó, hogy ők el tudják mondani, vagy elmondhassák azt, hogy mit szeretnének. És mondom, nálunk szerencsére a kerületben ez összecsengett azzal, ahogy mi terveztük a költségvetést, úgyhogy ez itt a reklám helye, de ezért is remélem, hogy elfogadja a képviselőtestület a költségvetésünket. És hát nyilván mi most kinyitottuk, tehát nem azt mondtuk, hogy ez a kötelező feladat ellátásra ennyi százalékot kell hagynod, ennyi az, amit te szabadon felhasználhatsz, és akkor azt mondd meg, hogy mire használnád fel, hanem azt mondtuk, hogy akkor ötleteket, javaslatokat várunk, de nyilván ez egy továbbfejlesztett változat már ez a meghatározzuk, hogy hány százalékát lehet, szóval mi ezt akkor részvételi költségvetést csináltunk itt a kerületben ezek szerint. Én nagyon foglalkoztat ez a téma, és azért bolgattam nagyon, mert néhány konkrét példa van, amit közelebbről is ismerek, például Párizsit, vagy a Kolozsvárit is, és ott egy ilyen nemzetközi konferencián találkoztam, és sokat beszélgettem a párizsi egyik főpolgármester helyettessel, meg a kolozsvári polgármesterrel, meg a polgármester is találkoztam, és ezekről beszélgettünk. Ezzel együtt is nekem beletört a bicskám, hogy ezt Zuglóban megcsináljuk, és nem is annyira egyszerű, ugye a kérdésed arra vonatkozott, hogy tulajdonképpen hogyan néz ki egy kerületi költségvetés, mert ugye van egy osztott feladat a főváros és a kerületek között, és a legtöbb feladat, amit az önkormányzat ellát, az valójában olyan típusú feladat, ahol nagyon kicsi a mozgástér, tehát tulajdonképpen a költségvetésünk nagyjából 90%-át nem nagyon tudnánk másra költeni, mint amire költjük. Ennek megfelelően a legtöbb esetben ugye ez a részvételi elemet ott lehet behozni, amely nem magától érthetődő költség, és ezek jellemzően a beruházások. Ugye a Párizsban ez a bizonyos 5%, ez is nagyjából leegyszerűsítve, de úgy történik, nyilván ezt lehet, én nálam is jobban tudod, de ez nagyjából az a lényege, hogy a város tulajdonképpen a megtervezett és beköltségelt beruházásoknak egy ilyen prioritási rendszerét alakítja ki. De azért nagyon fontos, mert ugye a részvételiség az feltételez információt. Tehát magyarán az emberek, ez igaz, hogy az emberek bölcsen tudnak dönteni, akkor, hogyha megfelelő információ birtokára vannak, akkor nyilván azon is múlik, hogy mennyi információt adunk, meg ők azon
egyszerűen megdöbbentem bölcsek. Tudom, hogy ez egy demokratikus, politikusként ezt úgy eddig is ezt gondoltam, de az összes olyan közösségi tervezési folyamat, amiben én részt vettem, és én majdnem mindegyiken részt vettem, ami történt, mert a legkisebb beruházásoknál is, tehát ami már mondjuk 10 millió forintnál több, ott csináltunk ilyen közösségi tervezési ankétokat. A félpítészemmel nem tudtam, de nem lakossági fórumnak hívjuk, mert az ugye az arról szó, hogy polgármester bácsi elmondja, akkor mi a tuti, jó napot kívánok, menjenek haza. Tehát ugye ezek a... Itt mindig az volt, hogy olyan jöttek az emberek, és azt mondták, hogy köszönjük, ezt nem kérjük. Ez nagyon sokba kell. Ennyi pénze nincs az önkormányzat. Nem akarunk szökőkútat, nem akarunk tavat, nem akarunk anyám kínját, mert ez sokba fog kerülni. Tehát magyarán elkezdtek nekünk spórolni, ami kéri is a név, hogy ne költsünk olyan sokat. Hát ez az. És egyébként utána, kicsit ennek utána olvastam. Tálkodásra ösztönözni. Tehát magyarán mindenki azt gondolja, hogy a választópolgárok azok több pénzt akarnak, tehát a politikusok egy olyan politikai versenyt alakítottak ki Magyarországon, vagy lehet, ez sok helyen így van persze, hogy minél többet költs és annál jó fej vagy. Valójában a választópolgárok nem így működnek. Úgyhogy nekem ez egy nagyon pozitív dolog. Vannak ebben negatív tapasztalataim is egyébként, abban a szempontból, hogy nehéz ezt jól csinálni, mert egyszerűen nincsen meg ennek a kultúrája. És akkor konkrét példát hogy mondjak el, az ungar legnagyobb beruházás az egy parkfelújítás. A Pillangó Park, ez egy lakótelepi, hát vannak itt zuglóiak, akik ismerik ezt a helyzetet. Az egy nagyon speciális terület, gyakorlatilag egy síthalmon elültettek egy csomó fát, ez 6 hektáron van, teljesen ilyen társadalmi munkában, és ez egy lakótelep és egy metró megálló közötti területként egy ilyen nagyon fontos találkozási pont, és akkor azt gondoltuk, hogy csináljunk ide egy parkfelújítást. Csináltunk rengeteg tervezési folyamatot, és tényleg itt sok száz ember vett részt, volt online kérdőívezés, tényleg belaptunk apait, anyait. Elkészült a terv, kiírtuk a közbeszerzést, és elkezdtek jönni a tiltakozók. És elkezdték mondani, hogy ők nem tudtak arról, hogy itt vannak ilyen tervezési. Mutogattuk a fotókat, hogy nézzen, ott ül 100 ember, ott ülnek profi moderátorok, segítségével leülnek, beszélgetnek, de mivel kimaradtak ebből a folyamatból, ezt ők nem tekintették legitimnek, és mindent újraindítottak, és elindult egy ilyen dolog, és velük is valami fajta kompromisszumra jutottunk, és sőt, bizonyos kérdésében azt is mondja, hogy igazuk is volt. Magyarán azt akarom mondani, hogy ez egy nagyon hosszú távú projekt, amiből nem az következik, hogy későn kell elkezdeni, hanem az, hogy apró lépésekben el kell már kezdeni most, és ennek a kultúráját, meg az intézményeit kitalálni, ez szerintem egy nagy kihívás, de hogy érdemes ezekkel próbálkozni. Kisebb beruházásoknál egyébként nálunk nagyon jól működött. Mondom, ez a Pillangó Park, ez ilyen szempontból ebben van. Nekem negatív tapasztalatom is, meg pozitív is. De a kisebb beruházások esetében ott elképesztő pozitív élményem volt az, hogy az emberek tök racionálisak, tök empatikusak egymás szempontjára. Tehát akkor leül egy kutyás, mondjuk egy közösségi tervezési ankéton leül egy kismama meg egy kutyás, akkor ugye egymást elkezdik, hát ugye neki, ami a kutyásnak fontos, az, hogy a kutya szaladgáljon, jöjjön a kismama, meg ugye fél, hogy a kutyáját megharapja, vagy a kutya megharapja a gyereket, akkor mi legyen ebből, és akkor jó, akkor legyen kutyafuttató, és akkor valahogy elkezdenek egymás szempontjaira érzékenyen. Nagyon érdekes és nagyon pozitív. Amit egyébként még csináltunk, azok, mi elég sok ilyen közvetlen brüsszeli pályázaton indultunk, ilyen nemzetközi pályázaton, és például volt egy olyan, ahol kifejezetten része volt a projektnek, hogy az, hogy milyen beruházás történjen, azt a projekt keretében azt meg kellett szavaztatni a polgárokkal. És nagyon érdekes egyébként, amit mondtál a kolozsvári például, hogy a világító járda. Nagyon érdekes, hogy az embereknek a közlekedés biztonsága az egy elképesztően fontos dolog. Itt az egyik városrésznek a közlekedéséhez lehetett valami innovatív elemet hozzátenni. Nem olyan nagyon sok pénzről volt szó, olyan 20-30 millió forint. És nagyon érdekes, hogy a közlekedés biztonság volt ott a legfontosabb. Tehát az is érdekes, hogy...
halálpártyán vagy. És elkezdték a közlekedés biztonság kerületén megfognak közlekedési problémát. Ami, tehát mondom, érdekes, hogy maga nyilván a biztonság az egy nagyon fontos elem az embereknek. Szóval összességében maga a költségvetési tervezési folyamatban egy ilyen áttételes kapcsolattal próbálkoztunk, de amiket tudunk és ismerünk, azok nagyon-nagyon pozitívak, és tulajdonképpen arról szólnak, hogy amit úgy gondolunk a polgárokról, hogy ha vannak, be vannak vonva, van információ, és van felület arról, hogy elmondják a véleményüket, akkor meglepően nyitottak és nagyon racionálisan viselkednek. Igen, ezzel mélységesen egyetértek. Nekem olyan kedvenc meglepő példám, egyébként pont Párizsból van, hogy ott előjött a részvételi költségvetés folyamán, hogy például a női piszoárokat létesítsenek a közterületeken. Ugyanis, ugye a jellemzően férfi városvezetés az nem gondol arra, hogy a nőkkel is lehet számolni, pedig ugye vannak alapvető szükségletek, és a technológiailag az van erre egy technológiai megoldás, hogy ez hogyan lehet teljesen kulturáltan nők számára is megoldani, és a részvételi költségvetésbe ez bedobták, és megszavazták az emberek, és valószínűleg soha az életben nem jutott volna ez így magától a városvezetésnek. Egyébként nagyon fontos, amit mindketten mondtak, hogy tényleg egyrészt van egy igény az embereknek arra, hogy beleszóljanak abba, hogy mi az, ami érinti őket, és az sajnos a jelen politikai környezetnek egy nagy problémája, hogy a Fidesz ezt tudatosan leépíti, és tudatosan rengeteg olyan dolgot csinál, ami arról szól, hogy eszébe se jusson az embereknek, de hogy pont önkormányzati szinten lehetnek ilyen értelemben lejét venni. És hogy egyébként a részvételi költségvetésnek tényleg az a legnagyobb erénye is, meg nehézsége is, hogy az együtt társul egy bizonyos szervezettséggel. Tehát úgy lehet ezt a 20-at felvinni több százalra, több tízezerre, hogy egy nagyon komoly háttérmunka zajlik, és ott is sikeresek ezek a részvételi költségvetések, ez tényleg megtörténik, és tényleg ennek az a módja, hogy a helyi civil társadalomnak a szereplőjével, a helyen meghatározó emberekkel, véleményformálókat mindig így ilyen szisztematikus munkába így bevonni ebbe a folyamatba, és hogy ha jól értem ebből a negatív példámból, hogy ez maradt el, ami nyilván nem most nem ilyen értelme az önkormányzat hibája, mert hogy ez egy több éves munka. Tehát, hogy azt is írni a szakirodalom, hogy általában 7-10 év, amíg ez tényleg felépül, és tényleg előjönnek azok a előnyei, azok a ilyen nagyon finom szinten megvalósuló szervezésnek a következményei, amiből tényleg az lesz, hogy mondjuk a bent költségvetésében nem lesznek hiányok, és az emberek azt mondják, hogy mi ezt nem akarjuk, mert ezt tudjuk, hogy sok pénzbe kerül. És hogy ez is ennek a következő kérdésem, hogy a helyi civil társadalommal, meg így a helyi ilyen közéleti szereplőkkel milyen a jelenleg az önkormányzatnak a viszony, illetve mennyire sikerül bevonni őket a helyi ügyekkel való kapcsolatos tervezésbe, esetleg ugye volt itt pár például a költségvetéssel kapcsolatban, esetleg ilyen konkrét projekt tervezésébe. Szerintem nálunk egyébként jól működik a civil szervezetekkel és a pártokhoz nem köthető civil társadalommal a viszony. Egy kicsit szerintem nekünk is nyitnunk kell, tehát a helyi vezetőknek is nyitnunk kell a civil társadalom felé, tehát nem feltétlenül az a jó, amit mi mondunk. Vagyunk mindannyian valahol, nem politikusként születtünk mindannyian, úgyhogy nagyjából szerintem tudjuk azt, hogy mit szeretnének, és én változatlan azt mondom, hogy nyitnunk kell nekünk feléjük, mert lehet, hogy egy évben mondjuk tartunk három
úgynevezett civil fórumot vagy kerekasztalt, de azért nagyon sok civillel találkozunk egyébként a mindennapjainkban, és lehet, hogy nem szerveződnek adott esetben mondjuk egyesületbe, vagy alapítványokba, vagy bármilyen szervezetekbe, de ott vannak körülöttünk, és mondják, és ez jó nekünk, szerintem ez kell el is nekünk. Igen, én is ezt nagyjából így látom. Az Uglóban van egy viszonylag aktív civil réteg, nyilván itt a politika azért mindig bele nyúl ezekbe a viszonyokba, de ez önmagában nem probléma. Annyit tennék csak ehhez hozzá, hogy mi megpróbáltunk abban a szempontból másféleképpen is partnerek tekinteni a civil szervezetekre, hogy nagyon sok esetben az önkormányzat nem akkor jár helyesen, hogyha nem valamilyen támogatandó dologként gondol a civil világra, hanem valakire, akiktől szolgáltatást lehet rendelni. Ez egy érdekes dolog, de ez egy, hogyha például azt akarom, hogy mondjuk például volt egy nagyon érdekes folyamat az Uglói, ugye sok kert, park van, ezért sok kutya van, és egy kutyás stratégiát ki kell alakítani, akkor valójában legegyszerűbb, hogyha a kutyás szervezeteket ebbe bevonjuk, és megkérjük őket, hogy ebben segítsenek. Vagy amikor azt mondom, hogy egészen konkrét példa, ugye mi is megörököltünk egy óriási, lepukkant önkormányzati bérlakás szektort, és azt én pontosan tudom, hogy ha én, mint önkormányzat felújítom a saját üresen álló lakásaimat, az kerül, nem tudom, 10 forintba. Ha odaadom a Habitat for Humanity-nek, ő megcsinálja 3-ból. És nem azért, mert mi azt a hetet ellopjuk, hanem az van, hogy ő be tud hozni szponzorokat, be tud hozni önkéntes munkát, nem kell neki közbeszerzéssel bénáznia, nem tudom mennyi ideig, és mégis ugyanúgy zuglói rászoruló kapja a lakást, tehát tulajdonképpen én jobban járok, hogyha ezeket a lakásokat odaadom civil szervezeteknek, ővé a bérlőkijelölési jog, nyilván valamilyen szinten a mi lakáspolitikánkba illeszkedő célcsoportja van ugyanúgy ezeknek a programoknak, de egyszerűen sokkal hatékonyabban megtörténik. És sorolhatnék még ilyen példákat, amikor egyszerűen az van, hogy valami, amit mi fontosnak érzünk, egy civil partner bevonásával sokkal hatékonyabban, sokkal olcsóbban, adott esetben sokkal több társadalmi kapcsolatrendszert megmozgató módon tudjuk elvégezni. Tehát ez is egy ilyen, nekem egy fontos tanulság volt polgármesterként, hogy civilekre mindig úgy tekintünk, hogy ők elmondják a véleményüket, meg kapnak egy kis pénzt, hogy akkor csinálják a programjaikat. Ez is fontos, tehát amikor az van, hogy mondjuk például az Uglóban mondjuk az Uzsoki Kórház közelsége miatt rengeteg ilyen terápiás típusú civil egyesület van, cukorbetegek, meg ilyen volt, tehát ilyen rehabilitációs társadalmi csoportok, iszonyatosan fontos dolgot csinálnak, tulajdonképpen leveszik az egészségügyi ellátásról bizonyos terheket azzal, hogy ők saját maguknak szerveznek programokat, mert figyelnek egymásra, tehát magyarán azt fogom mondani, hogy egy csomó szolgáltatást nyújtanak tulajdonképpen a civilek, és nem úgy, ez egy ilyen kicsit ilyen paradigmaváltás, ami az én fejemben történt ezzel kapcsolatosan, hogy ők az embereket, az például nagyon rendszeresen visszatérő téma, hogy ezáltal az emberek sokkal inkább maguknak érzik, ezáltal jobban is vigyáznak rá, tehát hogy ilyen nagyon direkt módon a fenntartási költségek is csökkennek az adott dolgok kapcsán. Részt meg ugyanígy be lehet vonni, tehát mondjuk van egy parkfelújítás, és ott mondjuk a helyi embereket egyszerűen be lehet vonni a fenntartásba, és a önkormányzatnak is, meg a helyieknek is jó. Illetve Kolozsváron például volt olyan, hogy például a külső forrás jött be, mert hogy amikor elindult egy fiszági részvételi költségvetés, ott ennek nyilván lett egy hírverése, és lettek olyan projektek, amire egyszerűen nem volt például már az önkormányzatnak, és az egyik bank úgy döntött, hogy megfinanszírozza őket. Például. És itt igazából le is zárnám ezt a beszélgetést, mert már idő van. Sanyi esetleg valamilyen zárszót szeretném mondani. A nyitás és a zárásban fantasztikusan jobban jól. Elképesztő tehetségem van hozzá. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek, és hogy tényleg az időtökből szántotok ránk egy nagyon csomót, és hogy ilyen mélyen belementünk az önkormányzatiságba. Talán a
ez kifelé is biztos, hogy örültem, hogy végre csak ez a vagdalkozás, hanem az, hogy tartalmilag mit csinálnak azok a polgármesterek, akik a baloldalt építik, és így küzdenek azért, hogy jó legyen. Nyilván mi ebben mindig segíteni fogunk nektek, ahogy eddig is. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Itt lassan az élőzésnek vége lesz, és átmegyünk a szokásos klubestünkbe. És hát majd legközelebb, majd márciusban fogunk találkozni, ott lehet egy kicsit már nagyobb helyen, és ott már az EP-s ügyekről, az EP kampánnyal kapcsolatban fogunk.